Nos, kedves mindenki! A mai videó két fő témája, hogy hogyan viszonyulhatunk egy alkotáshoz abban az esetben, hogyha a sablonokból való építkezésen túlmegy egy szinttel, és nagy vonalakban lemásol egy koncepciót, illetve hogy mégis mennyit számít egy igényes világ megalkotása. Az újrafelhasználás egyáltalán nem ritkaság a jelenkorban, de ugyanakkor nem is szégyelni való. Ezt már a Jujutsu Kaisen videóban is kifejtettem, hogyha egy alkotás igényesen használja fel a már létező, innen-onnan kölcsönzött elemeket, és az egészet egy sajátos és szórakoztató csomagolással vonja be, akkor bizony képes értéket képviselni. Na de mi van akkor, ha egy alkotás már szemérmetlenül egy már létező mű alter egójaként szeretne érvényesülni az anime felhozatal végeláthatatlan tengerében? Azt nem mondanám, hogy ez gyakori, de például lássuk a Cabaneri of the Iron Fortress esetét. Amikor kijött, azaz nem, már előtte, mindenki azt hangoztatta, hogy ez így Attack on Titan, meg úgy Attack on Titan, meg amúgy Shingeki no Kyojin. Nos, volt benne igazság. De ettől függetlenül véleményem szerint egy teljesen korrekt sorozat volt. De itt van még az Onegai Teacher és az Anon Natsu de Materu esete. Ez a két anime kb. Ugyanaz. Ha még nem láttátok őket, most azt hiszitek túlzok. De igazából mind a karakterek, mind az alaphelyzet, mind a cselekmény kísérteties hasonlósággal bír. Viszont akit ez nem zavar, annak mindkettő esetben egy igen kellemes romantikus vígjátékban lehet része. A jelenlegi témánk, a Back Arrow, ha a cselekmény felépítését nézzük, teljes erőbedobása próbál Tengentoppa Gurren Lagann lenni. Elég sok minden visszaköszön a műfaj legbedeszebb példányából, a történet meg egy egészen hasonló ívet ír le, hasonló állomásokat járva, egész végig ismerős érzetet keltve. De ami viszont dicséretet érdemel, az maga a világ, amit az alkotók az anime köré felhúztak. Bár abszolút eredetinek ugyan nem nevezném, de van annyira érdekes és ötletes, hogy a néző fantáziáját magával ragadja. A világépítés alapvetően egy kényes téma. Ha az alkotók nem a valós jelenünkbe terveznek egy történetet elhelyezni, hanem egy fiktív környezetbe, az elsülhet egészen kreatívan, vagy éppen ezerszer látott generic settingben. A Back Arrow világának azonban számomra sikerült elérni azt, hogy el tudjak merülni benne, és foglalkoztasson annak felépítése, valamint az azt körbelengő titok. Már a részek elején lévő felvezető szöveg is megadja az alaphangulatot. Lingalind egy fallal körülvett világ. A fal fenntartja, ápolja és védelmezi a földet. A fal Isten. Ez Lingalind alapja. A fallal körülvett világ témáját nem a Back Arrow találja fel, de mégis valahogy ezen anime keretein belül volt talán a leghangulatosabban kidolgozva és kibontva ezen téma. Lingalind egy virágzó világ, tengerekkel, hegyekkel, erdőkkel és két nagyobb országgal. Valóban egy gigászi területet foglal magába, ahol a fal egyik végétől a másikig hónapokig tart az eljutás. Ami pedig a falat illeti, nos, ahogy a bevezető is sugallja, Lingalind lakosai istenként tisztelik. Alapvetően érdekes, igazából sosem látott felvetés, hogy egy falat tekintsenek az emberek istennek, valamint halmozzanak el imádságokkal. Ez egészen más, mint az egyfajta bálványimádat. Logikusan végig gondolva, teljesen érthető és kézenfekvő, hogy a meghatározhatatlan ideje itt élő, újabb és újabb generációk hiedelemvilága ilyen módon alakult ki. A fal mindig is ott volt, az emberek pedig az első pillanattól fogva látják a látóhatár mögött magasodni. Ehhez pedig jön az a tény, hogy a fal valóban gondoskodik az általa körülölelt világról. A fal ellátja és gondozza Lingalind földjét, az élő világot és a növényvilágot a puszta kisugárzásával élteti. És emellett ott vannak a fal ajándékai, az úgynevezett égi üstök. Ezek jókora tároló konténerek, amik konkrétan a falból potyognak ki, és a világ random pontjain csapódnak be. Az égi üstök pedig konkrétan tömve vannak minden jóval. Van úgy, hogy finom ételekkel, vagy pedig hasznos felszerelésekkel. Így ha egy város vagy falu lakói képesek ezek tartalmát megkaparintani, annak érthető módon igencsak örülnek. Tehát összességében mit is tapasztal egy ide születő ember? A fal körbeveszi Lingalindot, és mindig is körbevette. Élteti a világot, a lakosokat pedig ajándékokkal halmozza el. Konkrétan innentől már teljesen logikusan adja magát az itt élő emberek vallása és gondolkodásmódja. És persze mindenki meg van győződve afelől, hogy a falon túl semmi sincs, és a világ konkrétan véget is ér azon túl. Lingalind földjén egyébként két ország található, egyrészt az idilli jómódú Lutoh
ami igazából egy virágzó, kissé európai ország érzetét kelti, ezzel szemben a másik nagyhatalom a szigorú katonai állam, Rekka, ami érezhetően kínai és japán settingben tündököl. Szigorú, fanatikus, kissé diktatórikus állam. A két ország viszonya bár nem felhőtlen, de ettől függetlenül megférnek egymás mellett. Rajtuk kívül még akadnak kisebb-nagyobb települések, amik senkihez sem tartoznak, de más nagyhatalom nem tarkítja Lingalin térképét. Mecha anime lévén az országok haderejét itt is jókora óriás robotok alkotják, amíg itt a Braihike-t magyarul kiemelkedett névre hallgatnak. Azonban a kivitelezésükben található egy érdekes csavar. A mechák nem puszta járművek, hanem egy békjózónak nevezett karperez felhelyezésével lehet megjeleníteni őket, amit ha az ember felhúzza karjára, akkor egy óriás robot spontán megformálódik körülötte. Az így keletkező Braihike az adott személy meggyőződéséből jön létre, és ehhez mérten alakul ki a külsője és a képességei. Ugyanakkor nincs pilóta fülkéje, a Braihike irányítója egyszerűen csak lebeg a mecha belsejében, és az akaratával irányítja. Így igazából nem is kifejezetten gépezetekről beszélünk. A cselekmény fonalát pedig Edgar fanujában vehetjük fel, ahol az ott lakók nem kis örömére egy égi üst landol. Bár szentül hiszik, hogy egy jó ízű falatozás vár rájuk, azonban a legnagyobb meglepetésükre az égi üstből egy ember pattan elő. Főhősünk Beck Arrow. Miután a srác megismerkedik a helybéliekkel, közli velük, hogy bár semmit sem tud magáról, annyira viszont egyértelműen emlékszik, hogy a fal mögül érkezett, és minden vágya, hogy visszajusson oda, ahonnan jött. Bár a falusiak bolondnak tartják ezért, hiszen meg vannak róla győződve, hogy a falon túl nem létezik semmi, ám főhősünk köti az ebet a karóhoz, így végül az események közrejátszásának köszönhetően az egész társaság elindul a fal felé, ráadásul egy septiben felfedezett mozgó erőddel, a Granite Girl-rel. A cselekmény felépítése igazából részről részre egyre többet ad. Ahogy mondtam, a Tengentopa Gurren Lagannhoz zavarba ejtően hasonló ívet jár be a cselekmény, ami igazából minden epizódban egyre jobb és nagyszabásúbb szintre lép. Hősén kezdetben egy mozgó erőddel vándorolnak egy messzi cél felé, mialatt epizódikus mellékküldetéseket oldanak meg, és közben az ellenség állandóan zargatja őket útközben. A cél elérésének közelében a sorozat fokozatosan nagyszabásúbbá válik, és a főszerepet a háború és a nagy csaták veszik át. Majd rövidesen politikai fókusz kap a történet, az országok irányítása, a hatalmi játszmák, valamint a hősénk ellen hangolódott felbűszült népesség egyaránt szembe jön a nézővel. Majd színre lép a tényleges, felsőbbrendű, mindennek felett álló ellenség. Hősénk pedig szembeszállnak vele, hogy a világ, illetve a saját sorsukat megváltoztassák. És persze itt sem maradunk gigantikus finálé nélkül. Az utolsó kb. 5 rész megállás nélkül rátesz egy lapátnyi epikusságot az egyre gyűlő halomra. Egyre nagyobb mechák, egyre nagyobb mecha egyesülések, egyre nagyobb támadások, a semmiből előkapott speckó képességek és power-upok, a küzdő felek megállás nélkül kontráznak rá a másikra. A finálé utolsó fázisa pedig már olyan helyszínen és körülmények között zajlik, hogy azért ott már tényleg volt Gurren Lagann utánérzésem. Mondhatjuk akár azt is, hogy a Beck Arrow a szegény ember Tengentopa Gurren Lagannja. Viszont ha valaki ezen túlteszi magát, egy igen szórakoztató anime részese lehet. A hangulatban igazából eltérő motívumok keverednek, de az izgalom, a humor, a dráma, valamint az olykor őrült momentumok egyaránt felelhetők itt. A világ felépítése és bemutatása valóban érdekfeszítő, a mögötte meghúzódó titok pedig végig fenntartja a néző érdeklődését. Valamint a világ működése, az országok felépítésében és kultúrájában való elmerülés, Rekka szigorú, elnyomó, fanatikus, hódító struktúrája, illetve Lutok cukormázas, ám de a színfalak mögött álszent és romlott jelleme mindvégig azt sugallja, hogy a készítők foglalkoztak a Beck Arrow univerzumával, és nem csak a cselekmény köré hányták. Annyit ki kell emelnem, hogy nagyjából a félidő környékén indul be igazán az anime, ahol az utazgatós kalandozást az országok konfliktusa és a háború váltja fel. Míg addig mérsékelt érdeklődéssel néztem a sorozatot, onnantól már teljesen ráfügtem. Színvonalas csaták és hadműveletek teremtik meg a háborús hangulatot, valamint a politikai rész, a hatalmi játszmák, a tárgyalások és rivalizálás bőven érezteti, hogy itt bizony nagy horderejű dolgokról van szó. Ami mellett pedig emelem a maszkom, az a világ titka és a végső fordulat.
hogy mi a világ és a fal titka, valamint mi található az utóbbi mögött, egyáltalán nem kiszámítható. Sőt, mi több, rendkívül kreatív és ütős csavarral szolgál az anime fináléja, amit igazából nem is néztem volna ki belőle. A hangulatban ugyanakkor az is tetten érhető, hogy a készítők mintha maguk sem tudták volna eldönteni, hogy milyen korosztályt céloznak meg az alkotásukkal. A Back Arrow időnként olyan mérhetetlenül bugyuta, cringe szintre süllyed, hogy kifejezetten kellemetlenül éreztem magam. Például, amikor a Lutohi énekkar valahányszor dalra fakadt, kínosan feszengve fontolgattam az animébe való beletekerést. Meg ott van még az itteni Zenitsu, ez a két bites karakter. Ez most miért kellett? Az, hogy a fináléban villant egy picike jellemfejlődést, az nem oldozza fel az alól, hogy előtte 20 részen át rontja a levegőt. Azt a bishonen farmat pedig tényleg nem tudom hova tenni. Az érem másik oldala viszont, hogy van itt kézlevágás, meg civilek mecha általi széttaposása, meg egy tragikus, kisebb népírtásba forduló jelenet. Most lehetne azt mondani, hogy így minden korosztálynak ajánlható Back Arrow, de akár azt is, hogy se túl fiatalon, se túl idősen nem a legjobb választás. Az akció jelenetek egyértelműen az anime erősségei közé tartoznak. Izgalmas, látványos, intenzív csatákat kapunk a Back Arrow-tól, amik epikussági faktora, ahogy mondtam, részről részre egyre nagyobb lesz. A fő mehák gyorsak, és kecsesen cikázva osztják a halált, egyedi technikákkal és képességekkel, míg az átlag katonák mehái inkább egy golyófogó tank lassúságával és tűzerejével próbálnak helytállni. A szereplő gárda igen népes. Számtalan kisebb és nagyobb karaktere van benépesítve Lingalind világa, de igazi egyéniség már túl sokoknak nem jutott. Főhősünket, Back Arrow-ot igazából két mondattal össze lehetne foglalni. Viszi előre a cselekményt és rögeszmésen hajszolja a célját, hogy átjusson a falon, de nem villan semmi olyat, ami miatt emlékezetes maradna a néző számára. Sue viszont talán a legjobb karakter volt. Mintha egy Lulucsvi Britanniát kereszteztek volna egy Lokival. Bár kezdetben a rekkai vezérkar köztiszteletben álló tagja, azonban Back Arrow tervei és motivációi valósággal elvarázsolják, így úgy dönt, hogy főhősünkkel tart, és a segítségére lesz mindenben. A stílusa óriási, sosem jön ki a sodrából, és a nyugalmát is csak ritkán veszíti el. Nagyon intelligens és leleményes, és emellett oltári nagy troll, de a szerethető fajtából. A másik kedvenc Rekka uralkodója Zetsu császár volt számomra, aki bőven fölülmúlt azt a szintet, amit kinéztem belőle. Konkrétan az egyik legmenőbb öregember, akit eddig animében láttam. Nem véletlenül áll egy ország élén, tekintélyparancsoló, erős jellemű vezető, akire egész Rekka felnéz. Nem riad vissza semmitől, a világnézete, valamint a gondolkodása érthető és stílusos. Az anime legbedeszebb momentumai pedig szép számban hozzáköthetők, mind ellenfélként, mind későbbi szövetségesként kiválóan teljesít. És még megemlíteném a főgonoszt, akinek kilétét nem spoilerezném el, mivel egyrészt csak a későbbiekben tűnik fel, és egy darabig nem is egyértelmű, hogy őt szánják a készítők Final Bossnak. És emellett mondhatni, tényleg igen veszélyes ellenfél volt. Egy oltári nagy kaki kavaró, aki mondhatni mindenek felett áll. Senkinek sincs mersze és ereje szembeszállni vele, a világot pedig jóformán a markában tartja. Tetszett, hogy a készítők egy pillanatra se felejtették el, hogy egy közel legyőzhetetlen főgonoszról van szó, és éppen ezért a legyőzése és bukása egy szépen levezetett folyamat volt, ami csak konkrétan minden karakter összefogásával és odaadó kitartásával ment végbe. A többi karakter viszont igazából nem egy nagy vasizdász. Külsőre sokszínűek, de belsőre csak a karaktergárda kötelező darabjait hozzák. A grafika és a technikai megvalósítás hullámzó teljesítmény nyújt. Alapvetően nem rossz a látvány, amit kapunk. Lingalind tájképei, a városok látványa elfogadható és szép alapvetően. A mechák és légi erődök dizájnja kifejezetten tetszetős, bár itt csak a főbb egységekre kell gondolni, az alapmechák felejtősek. Emellett a karakterek valamikor egész jól néznek ki, és valamikor meg kevésbé. Kiemelkedőnek a grafikai összképet nem nevezném, kivéve két szegmenst, a mecha dizájnt és a csatákat. Látszik, hogy ezekbe ölték a legtöbb munkát. Jól néznek ki, látványosak, és igazából a mecha csetepaték közben a néző könnyedén megfelekezik minden egyéb mizériáról. A szinkronnal nincs különösebb gond, mindenki jól adja a ráosztott szerepet. Arov vagány, lelkes jó fiúja, Finn ártatlan ne bánts viránk szopránja, Beat irritáló vergődése,
vagy a főgonoszunk tenyérbe mászta monológiai, igazából minden szellyú azt hozza, amit elvárunk tőle. A zenei anyag egész kellemes, még ha nem is igazán maradandó. Az epizódok nyitányában lévő varázslatos zene, amely során a narrátor az eddig történteket összefoglalja, egészen fülbemászó, és megteremti a kellő hangulatot. Az izgalmas vagy drámai pillanatokban felhangzó epikus kórus pedig mindig megdobta az adott jelenetek hatásossági faktorát. A többi zene viszont igazából nem volt túl emlékezetes. Az opening-ending páros igazából teljesen korrekt. A kedvencem a második opening volt, mind rendezés, mind zene szempontjából igen tetszetős volt számomra. Összességében a Bekarov egyfajta Tengentopa Gurren Lagann élménypótló volt nekem, aminek ugyan vannak hibái, valamint a szóban forgó remek műnek a nyomába se ér, de mégis remekül végzi a dolgát. Izgalmas, a vége felé már egészen epikus, olykor humoros, ha kell, akkor pedig drámai. Mindez pedig egy egészen hangulatos világba helyezve, aminek titka és atmoszférája mindig visszavonza a nézőt. Bár a karakter gárdával pár üdes színfoltot leszámítva vannak gondok, ahogy a technikai megvalósítással, illetve az időnként beütő cringe faktorral is, de a pozitívumok úgy gondolom bőven ellensúlyozzák ezeket. Nos, köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Amennyiben nem akartok lemaradni a jövőbeli videóimról, úgy a feliratkozások mellett a csengőt kapcsoljátok be. Ha pedig tetszett nektek a videóm, akkor kérlek adjatok egy lájkot. Ha pedig még nem tettétek meg, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornámra. Ha pedig már fel vagytok iratkozva, akkor osszátok meg ezt a videót a barátaitokkal. Köszönöm, hogy a mai napon velem tartottatok, és persze találkozunk. Legközelebb!